Tisztelt ünneplőközönség, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! A Nyugat-Magyarországi Egyetem nevében tisztelettel köszöntöm az ünneplő közönséget, kedves vendégeinket, karcagiakat. Külön köszöntöm Szilágyi Elek megjelent hozzátartozóit, valamint a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatónőjét és tanári karát, valamint Dobos László Karcagváros polgármesterét. Ma ezen a szép tavaszi délután azért jöttünk össze, hogy Szilágyi Elekre, az első magyar gulágrabra emlékezzünk. Tiszteletére emléktáblát avassunk születésének 103. évfordulóján. Szilágyi Elek 1913-ban született Aranyosmegyesen. Szüleivel 1925-ben települt át a mai Magyarországra, Szatmár-Vár megyéből Karcagra. Középiskolai éveit itt Karcagon töltötte. 1931-ben érettségizett a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. A gimnázium után Sopronba utazott, hogy a mai Nyugat-Magyarország Egyetem elődjénél a Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán erdőmérnöknek tanulhasson. Tanulmányait befejezvén az Alma Materban 1936-ban szerzett erdőmérnöki diplomát. Az akkori kor szokásainak megfelelően katonai újonci képzésen vett részt. 1939-ben a tartalékos zászló is volt, mikor a nacionalista ukrán Szicsi gárdától háromnapos harcban szerezte vissza Magyarország a Kárpátalja hegyvidéki járásait. A harcokat követően a katonai közigazgatás volt a kárpátaljai járásokban, ahol Szilágyi Elek a Magyar Királyi Hadsereg tartalék és tisztjeként teljesített, illetve végzett erdőmérnöki munkát a határmenti erdőkben. A Máramaros vármegyei Körösmezőn. 1939-ben, mikor Magyarország és a Szovjetunió között még élt a baráti diplomáciai kapcsolat, Szilágyi Elek, mint meg annyiszor, a határvonal menti erdőkben ment ellenőrizni a fakitermelési munkákat. December 7-e volt. A határ közelében a szovjet határőrök még magyar területen fegyverrel megállásra készítették, Szilágyi Elek agyon megpróbált visszahúzódni a fák takarásába, de a nagy hóban megbotlott és elesett. A szovjet határőrök megkötözték és áthúzolták a szovjet területre, ahol kémkedéssel megvádolták és fogdába zárták. Abban az időben nem volt ritka, hogy aki a határ közelében járt, ott mindenkit kémnek tekintettek. Amint Elek családja megtudta, hogyan járt is fiúk, édesapja zseb- és karórákat vásárolt, amelyek nagy értéknek számítottak az akkori időben a szovjetek körében, és megpróbálta kiváltani Szilágyi Eleket a szovjet letartóztatásból. Sajnos azonban nem járt sikerrel. A budapesti szovjet nagykövetségen sem tudtak segíteni, semmiféle több információval nem tudtak szolgálni neki. 1939. szentestéjén, december 24-én Kijevbe, majd 1940-ben a hírhet moszkvai Ljubljankába szállították. Mivel kémkedéssel vádolták, ezért később a legszigorúbb szovjet börtönbe, a Suhanokába zárták. Esténként vallatták, mintegy 4 négyzetméteres területen több raptásával bezárták. Mikor a németek 1941-ben bombázni kezdték Moszkvát, tovább vitték a Volga-menti Szaratovba, ahol végül is 8 év lágermunkára ítélték, amit egy szibériai haláltáborban kellett letöltenie. Hosszú utazás után az északi sarkör közelében lévő kis faluba, Korekában tették ki, ahol erdőirtáson dolgoztatták raptársaival együtt. A kíméletlen és embertelen körülmények közötti munka megviselte és legyengítette Szilágyi Elek szervezetét. Ezért később a helyi geodéziai vállalat éjjelőrévé tették meg. Először 1947-ben tudott hazaüzenni egyik raptársán keresztül, aki akkor szabadult, és Karcagra elvitte a hírt, hogy Szilágyi Elek él. Ekkor már fogolymérnökként vasúti pályaméréseket végzett, amikor is egy robbantásnál megsérült. Az életét azonban megmentette az egyik híres orvosprofesszor, aki szintén elítélként élt a közeli városban, és még ebben az évben szabadlábra helyezték, mivel letelt a 8 év lágermunka. A Szovjetuniót azonban nem tudta elhagyni. A hatóságok felismervén tehetségét, tudását, számtalan akadályt gördítettek eléje, hogy ott marasztalják Szibériában. Megbízták a geodéziai vállalat irányításával.
majd ami könnyen ment abban az időben ott Szibériában, 1950-ben kirúgták az állásából, és így el kellett hagyni azt. Ezt követően Jenyiszegbe költözött, és a közeli fűrészüzemben tudott elhelyezkedni, illetve dolgozni. Egyik volt Gulab rabtársával, Weiss Pistával. Itt ismerkedett meg Jenyiszegben, még jövendékbeli feleségével, a német származású Frida Figellel, aki családjával Sztálin deportáltatott Szibériába a háború kezdetekor. A hosszú szibériai rabságot, majd az ottani életet követően 1955-ben tudott Szilágyi Elek hazautazni Karlszagra. Egy évvel később már felesége is, Frida, követni tudta Magyarországra. Végül Budapesten telepedtek le, ahol Szilágyi Elek a Földmérő és Talajvizsgáló Intézetnél tudott munkát vállalni. Történelmi elégtételként még megélhette a szovjet csapatok kivonulását Magyarországról. 1992-ben hunyt el, és ma is ott nyugszik Budapesten a köztemetőben. Tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Szilágyi Elek hazérkezésekor 43 éves volt. Egy 26 éves fiatalember életpályáját törte ketté a sors, és küldte embertelen körülmények közé rabmunkát végezni a gulágra. Neki megadatott, hogy hazatérjen, szemben sok ezer későbbi sorstársával ellentétben. A hosszú nélkülözés, a kíméletlen láger élet, az őrök kegyetlenkedései kikezdték ugyan Szilágyi Elek egészségét, megviselték lelkét, megtörni azonban nem tűtték hitét, hogy egyszer még hazatérjen Karlszagra, Magyarországra. Tisztelt ünneplő közönség! Minden ember azzal a szándékkal éli meg életét, hogy jelet, esetleg emléket hagyjon maga után. Az emberek többségének meg is adatik általában, hogy kisebb-nagyobb alkotással élje túl halandó életét. Emlékeztessen mindannyi ez a márványtábla mindenkit a hit, a kitartás diadalára. Beszédem zárásul kérem, engedjék meg nekem, hogy az erdész társadalom hagyományos köszöntésével köszönjek el önöktől. Jó szerencsét! Köszönöm szépen! Nagyon hálás köszönettel vagyok jelen, hogy egy pár szót szólhassak Elcsi bátyámról, ahogy mi hívtuk, a legfiatalabb nagybátyámról. Nagyon közel álltunk egymáshoz, mint kisfiú. Soha nem felejtem el, amikor nálunk szokott lakni Budapesten, szüleim nem voltak otthon, leült az ágyam szélére, megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy Lackó, Mackó, bújj a víz alá, és aludj jól. Soha nem felejtem el, hogy ez a tündéri, kedves ember, hogy tért vissza az életembe, tudnillik, képzeljék el, hogy december 8-án, 39-ben este körülbelül 6 órakor megszólal a telefon nálunk, és édesapám azt mondja, rohanj fiam, és vedd fel a kagylót. Oda rohanok, fölveszem a kagylót, és a következőt mondja ez az úr. Wert Henrik vagyok, vezérezredes. Az édesapjával akarok beszélni. Édesapám oda megy, és hallom a következőt, amit mond elsápadva a telefonba. Hisz ez lehetetlen. Igaz? Mi történt? Hogy? Jó, holnap jövök, részleteket megbeszéljük. Leteszi a kagylót, és azt mondja, szólj édesanyádnak, mert szeretnék veled két szót váltani. Mimike bejön, és ránéz, megfogja a két kezét, és azt mondja, hogy drágám, egy nagyon-nagyon szomorú hírem van, ha hiszed, ha nem, Elek bátyád, öcsédet, az oroszok elfogták,
és Oroszországba börtönbe helyezték. Wert Henrik telefonált, hogy miért, mi történt, nem tudjuk a részleteket, de hát mindent megpróbálunk, hogy segítségére legyünk. Ő volt az, aki az órákkal lement a határra, és megpróbálta megvesztegetni az orosz határőröket. A Davai Csasi képletében, és elindította, mint főrendiházi tag a kapcsolatot. Én azt hiszem, hogy a magyar nagykövetet Moszkvában Kristófinek hívták, de nem vagyok benne biztos. De még arra is emlékszem, hogy a telefonszámunk 36-72-35 volt, és 84 éves vagyok. A sors megengedte, hogy részleteiben emlékezzek mindenről. Aztán a következő dolog történt. 47 végén megtudtuk, hogy valószínűleg életben van, de nem voltunk benne biztos. 1956. januárjában délután megszólal a telefon, és Elcsi bácsi van a telefonon, és azt mondja nekem, hogy bátyókám, ez volt a besze nevem, légy 9:30 a keleti pályaudvaron, mert hazaérkezem Budapestre. 9:50 ott találkoztunk, egy másik úrral volt együtt, Klein Istvánnak hívták, akikkel együtt jött vissza a Szovjetunióból, mind a ketten túlélték. Hazamentünk, előkészítettem a vacsorát, és utána elkezdtünk beszélgetni. Reggel 6:30 mondták el életük történetét. Hogy milyen helyzetben voltak a fogolytáborban, Jeniszajszkben, azt a következő legfontosabb elbeszélésének a része mutatja be. Fogalmuk nem volt arról, hogy a második világháború évek óta elkezdődött, és folyamatban van. Hogy tudták meg? A szovjet csapatok megtámadták Mandzsúriát, ahol a japánok bevonultak, és a japán tiszteket összefogták, és Jeniszajszkbe hozták, és a tábor parancsnoka odafordult Elcsi bácsámhoz, és azt mondta, hogy 3 faketrecet kell, hogy rajzolj és konstruáljál, körülbelül 7,5-8 méter minden oldala, és Elcsi bácsi azt kérde, miért? Majd meglátod. Kész lettek a faketrecek, megérkeztek a japán tiszti hadifoglyok, levetkőztették őket mesztelenre mínusz 50 fok hidegbe, megtömték a ketreceket, de mielőtt elcipelték volna, Elcsi bácsék megtudták, hogy egy második világháború már évek óta folyamatban volt, a japánok az Egyesült Államok ellen, stb. És Oroszország ellen harcoltak. Mesztelenül bedugták a japán foglyokat ezekbe a faketrecekbe, és kiszállították őket a tundrára. És mikor Elcsi bácsi kérdezte az őrparancsnokot, hogy hát ennek mi az? Hát azt mondja, hogy majd megfagynak, és amikor egy kocka kész lesz fagyott állapotban, akkor majd leemeljük ezeket a ketreceket. De miért? Mert tigriseinknek, farkasainknak, medvéinknek ételre van szükség, kész. Engem elképesztett ez a mese, ez az elmondása ennek a történetnek,
és ez mindent megmond, hogy micsoda állapotok voltak ott, Szibériában. Ilyen körülmények között és után hazajött, életbe volt, és közölte velem, hogy egy aranyos, volgamenti német lányt vett el feleségül, aki engedélyt kapott, hogy 3 hónap után, vagy 4 hónap után ide jön Magyarországra. Ez volt Évikének az édesanyja, Friduska. Én fogadtam, és akkor én még tudtam egy kicsit oroszul, úgyhogy én voltam az, aki bemutattam. Elmondta nekem, hogy életébe egy gázkályhát nem látott, azt kérdezte tőlem, hogy honnan jön a tűz, stb. És aztán elmondta nekem életét, hogy családját, a volgamenti németeket, hogy szállították, száműzték Szibériába, és hogy milyen boldogság volt részéről, hogy Elcsivel találkozott, hogy ő elvette feleségül, és hogy ő Európa közepébe, Magyarországba jöhetett. Mély tisztelettel gondolok rá az életére, és köszönöm a sorstól, hogy túlélte ezeket a borzalmakat. Karcakhoz fordulok hallatlan szeretettel. Böszörményi Szilágyi Eszter drága nagyanyukámnak, Szilágyi Eleknek, nagyapámnak, Ágicának és Szilágyi Zsigmond, Szilágyi István nagybátyáimnak, akiket hallatlan rossz sors ért az emlékére. Könyvbe lábadt szemekkel. Köszönöm, hogy az élet megengedte a 84 éves öreg orvosnak, hogy itt álljon az emlékezet táblája alatt. Köszönöm türelmüket, hogy meghallgattak, és sok boldog jövőt kívánok Karcagnak. Tisztelt ünneplőközönség, engedjék meg, hogy a Nyugat-Magyarország Egyetem koszorúját elhelyezzem Szilágyi Elek emléktáblája alatt. Kedves jelenlévők, a család nevébe szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy ezt az emléktáblát elhelyezhetjük a gimnázium épületében. Köszönöm a gimnázium vezetésének, köszönöm a református egyház vezetésének ezt a lehetőséget még egyszer. Köszönjük szépen! Nagyon szép.